Amikor először véglapoztam az elrabolt Hungáriát, számtalan emlék elevenedett meg előttem, hisz a könyvben szereplő helyszínek közül nagyon sok helyütt forgattunk már a hazáról az elmúlt 10 esztendő során. Persze nagyon sok minden nem úgy néz ki már, mint a korabeli képeslapokon, de nagyon nagy segítség volt a könyv ahhoz, hogy például felidézzük a honismereti utazásainkat. Végeztem egy gyors számítást is. A könyv 100 helyszíne közül 80 helyen forgattunk, már 20 helyütt még nem jártunk. Például kimaradtak olyan nagy ágyuk, mint Arad, Kolozsvár, Marosvásárhely, éppen Ungvár. És hogy 10 esztendő kevés volt arra, hogy minden magyar emléket bejárjunk, ez azt is bizonyítja, hogy bizony nagyon gazdag örökséget hagytak ránk az előttünk járók. Nem került be például a Vászi Székesegyház sem a könyvben, de a csehszlovák igények teljesültek volna, bizony akkor Vásztól délre húzódott volna trianoni határ is, lehet, hogy Váccal is találkoztunk volna ebben a könyvben. Ennek a városnak hivatalosan az lenne a neve, hogy Váccov. Most a Lávna Námesztén állnánk, és a GPS-ben úgy találnánk meg a domot, mint Prekopládna Krám, és a püspöki palotában is egy szlovák püspök székelne. 1000 évnyi emlékek mentek volna kukába, persze, ami átemelhető, a szlovák történelemkönyvek dicső oldalai az átkerült volna, de Vác nem jutott Léva, Rozsnyó, Kassa, Rimaszombat sorsára, Vác maradt Magyarországon. A közeli felvidéki városok közül, amelyeket említettem, bizony sok benne van ebben a könyvben, miattuk is érdemes véglapozni ezt a könyvet, amely mintha egy pillanatfelvételt készített volna a trianoni tragédia előtt az utókornak, a korabeli Magyarországról, melyhez a boldog békeidők szolgálják a díszletet. A könyv egyik legnagyobb erénye az mellett, hogy ugye emléket állít az 1000 éves Magyarországnak, éppen az, hogy nagyon hű keresztmetszet ad a századforduló Magyarországáról, és az embernek nincs hiányérzete, hisz bejár minden fontos régiót, minden várost, és olyan kevésbé ismert helyekre is eljut, mint Bélfenyér vagy éppen Sósmező. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy sok embert indít útnak az elrabolt Hungária, hisz várakat, kastélyokat, hegyeket, völgyeket el lehet ugyan rabolni, de a hely szellemét, a génius locit, azt nem, az ott van a mai napig. Fiumétől Vereckéig, Brassótól Pozsonyig, az megérezhető a Bácskai pusztán ugyanúgy, mint a székely havasokban, és azt se feledjük, hogy nagyon sok magyar közösség, mind Szorványban, mind Tömbben, még mindig őrködik a magyar emlékeken, táplálja a megmaradás tüzét, és bízik egy szebb magyar jövendőben. Érdemes tehát útra kelni, mert ahogy ez a könyv is bizonyítja, honismeret nélkül nincsen hazaszeretet.